Napkoron hetedik alkalommal találkoztak a fogyatékkal élőket gondozó ápoló szülők, családok és gyerekek. Az idei rendezvényre 250 résztvevőt vártak, változatos programokkal készültek. A családoknak kikapcsolódás, a támogató szervezeteknek kapcsolataik erősítésére is kiváló volt a családi nap. A többség számára pedig az elfogadásról, a segítésről szólhat egy ilyen rendezvény. Minél több rendezvény próbál abban segíteni, hogy felhívja a társadalom figyelmét, annál közelebb kerülünk ahhoz, hogy haladjunk az ideálisra. De hát sok mindenre fel kéne még hívni a figyelmet, arra is, hogy haladunk, mi haladunk. Például a mozgáskorlátozottaknak a könnyebb bejutására intézményekbe és egyébbe, az akadálymentesítésre gondolok, de hát ebbe is még sok-sok tennivaló van, tudjuk jól. A halmozottan sérülteket gondozó és nevelő családok elszigetelten élnek, így a hasonló sorsú családok összetartása elengedhetetlen. A szülőktől munka mellett óriási erőfeszítést jelent egy sérült gyerek mindennapi problémáinak kezelése, az egész életvitelüket ehhez kell kialakítani. Szabolcsnál Bereg megyében több civil szervezet fogja össze a fogyatékkal élőket, ha kell, adományokkal, felajánlásokkal is támogatják őket, a családok pedig egymást. A kerekesszékeket, amit kinőnek, és ugye nagyon nehéz feliratni, főként az ilyen kisméretű kerekesszékeket. Az ilyen nagyméretű kerekesszékek, azokat ugye írják bőven, de nekünk kicsik kellene, könnyűvázasak, amit nagyon nehéz beszerezni, és felajánlják egymásnak. Tehát az én gyerekem már nem használja, de a tiédnek szüksége van rá, tehát kialakul egy adok-kapok akció tulajdonképpen a szervezeten belül, ezen felül meg ugye a begyűjtött adományokat is ugye egymás között is ugye elosztják, meg ugye az egyeset is kiossza. A szervezet szerint a nyilvánosság sokat segíthet abban, hogy a fogyatékkal élők problémáinak ismeretében a társadalom is másképp tekintsen rájuk. Az idei családi napot adományokból, felajánlásokból rendezték meg.